Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki továbbra is követi a csatornánkat, nézi a videóinkat. Éppen az Edelényi Kastélyszigeten vagyunk vendégségben. Bal Judit, a Kastélysziget igazgatónője, körbevezet minket a kastélyban. Egy 300 éves barokk kastélyban vagyunk. Ennek a kastélynak az építtetője egy elszász Lotaringiából származó katona ember volt, akit Jean-François Lullyének hívta. És ő úgy gondolta, hogy a Habsburgok hadserege számára az a hely, ahol erkölcsileg is, meg anyagilag is megtalálhatja a számítását. Lully olyan hűségesen harcol a török elleni küzdelmekben, hogy végül harmadik Károlytól örökös tulajdonként kapja meg ezt a kastélyhelyet, ahol felépíti ezt az épületet. Nyilván ő végigjárta Európa hadszíntereit, megfordult Itáliában, Franciaországban, úgyhogy stílus jegyekben bővelkedik ez a kastély, tehát amit nemzetközi szinten látott, azt itt megvalósította. Hogy ki a kastélynak a tervezője, azt nem tudjuk. Minden esetre egy rendkívül különleges építmény, ebben a térségben ilyen volumenű épület nincs. Mivel az utolsó leszármazott örökös nélkül hal meg, mai szóhasználattal azt mondanánk, hogy állami tulajdonba kerül ez a kastély, akkor azt mondják, hogy visszaszármazik a kincstárra, és ebből a kincstári tulajdonból vásárolja aztán meg 11 év elteltével a Coburg család. Ők életvitelszerűen soha nem laknak itt, ők építik fel az ország első cukorgyárát, ők azok, akik az első bányákat is nyitják. Az 1900-as évek elején rajresül tervei alapján felújítják, és az ingatlan piacra kerül, úgyhogy meg is vásárolja aztán az igazságügyi minisztérium. A bíróság épülete, az ügyészség kapit helyett itt lakik a járásbíró, és egészen a 80-as évek közepéig ez jó néhány családnak lakóhelyül is szolgál. Hosszú időn keresztül üresen áll, majd a 2000-es évek elején kerül az akkori műemlékvédelemmel foglalkozó szakcéghez. Jelenleg a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Profit Kft. Üzemeltetésében van, és 2009-től két ütemben kiemelt turisztikai projektként újult meg. Kulturális turisztikai központként fogadjuk a látogatókat egy 12 hektáros parkkal, három állandó kiállítással, és nagyjából 3,5 milliárd forint az, ami itt befektetésre került. Ez volt a grófnének a kabinett szobája. Ez ilyen csendes elvonulásra szolgálhatott ez a szoba, és ugye itt festette meg a földrészeket Lieb. Elég sajátos módon, mert hogy ugye nem ismerte azokat az állatokat, ami akár Ázsiát, akár Afrikát jellemezték. Úgy szoktuk mondani viccesen, hogy úgy festette meg az elefántot emlékezetből, hogy sose látta, mert hogy ugye olyan sok mindenféle állat keveredik benne, minden esetre Afrikára gondolt, ugye a másik oldalon Ázsiát lehet látni a tevével. A női alak a hajó orrában a vasmacskával, ugye a nagy vizen túli világot, Amerikát szemlélteti, és hát sajnos ott van az a fal részünk, ahol a negyedik megsemmisült, a negyedik földrész, ez Európát ábrázolta, de nem tudjuk, hogy milyen. Ott a vadász jelenetben az egykori férfi tulajdonos Eszterházy István szenvedélyes vadász hírében állt, úgyhogy valószínűleg azért az ott őt szimbolizálja. Érdekessége annak a festményrészletnek, hogy a korabeli perspektivikus trükknek megfelelően bárhová megyünk itt a szobában, majd ránk fog célozni. A kettős címer az az építtetőkre utal, az a címer, amiben a kettős keresztet látjuk, a pelikánt, ez a férfi családjáé, tehát a Lully címer. A másik, a kereszt a horgonnyal, az a Saint-Croix család, a nő, akinek a Szent Kereszt egyrészt utal a vallásos életükre, utal a névre, és ugye a horgonnyal együtt a hit, remény, szeretet hármasságát mutatja számunkra.
A kastély dísztermében ülünk most. Bal Judit mesél nekünk arról, hogy milyen programok várják a látogatókat az elkövetkezendő időszakban. Nagyon jó a kapcsolatunk a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, úgyhogy június 16-án itt ebben a teremben Antal Mátyás vezényletével majd ők adnak egy zseniális koncertet. Hamarosan megnyílik nálunk a 8-ak kiállítása, ami egészen december végéig látogatható Márfiödön, illetve Kenstock művek is láthatók majd itt a kastély emeleti nyugati szárnyában, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, illetve kövess minket Facebook és Instagram oldalainkon is.